A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Az új szövetség szerint Jézus keresztre feszítése után a harmadik napon feltámadt. A kereszt halálával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Ennek jegyében tartottak szentmisét a sátorai újhelyi Szent István király plébánia templomban, hiszen az ünnep a keresztény hit számára nagyon fontos, az örök életet és a feltámadás hitének alapjait jelenti. Többek között erről is beszélt homiliájában Keskés Attila plébános. Jézus Krisztus feltámadásáról és az ő sírját fölkeresőkről, asszonyokról, tanítványokról szóló beszámolók sajátja, hogy három szó köré lehet csoportosítani az ő tapasztalataikat, illetve azt a feladatot, amelyet kapnak. És ez a három szó egyúttal a mi számunkra is húsvéti feladattá, húsvéti küldetéssé válik. Húsvéti programot ad, hogy mivel és hogyan is ünnepeljünk, és aztán az ünnepnek meglegyenek a maga gyümölcsei. Ennek a húsvéti küldetésnek a három fő feladata az emlékezés, a visszatérés és a hirdetés, folytatta a plébános. Szükséges, hogy emlékezzünk a kapott javakra, arra, hogy a gonosztól, mindenek előtt az áteredő bűntől, hogyan szabadulhatunk meg, milyen utat nyit nekünk Isten maga, a megtérésre, hogyan erősíti a bizalmunkat Istenben, akit nem lehet becsapni, és aki maga sem csap be minket. Emlékezni tehát, és elgondolkodni. Második szavunk visszatérni. Az asszonyok, vagy akár Mária Magdolna is gyorsan elhagyják a sírt, és sietnek, hogy megvigyék a tapasztalat hírét, az üres sírnak a hírét, vagy éppen az angyalokkal való találkozás hírét a tanítványoknak. Keskés Attila plébános a szentbeszédében kiemelte még, hogy ha a Biblia szerinti visszatérés és hirdetés nem lett volna, akkor nem lenne húsvét. Ennek jegyében kell az embereknek is cselekedniük, hiszen az emlékezés útjáról el kell hengeríteni az akadályokat, a visszatéréskor meg kell tisztítani az utat az akadályoktól, és hirdetni kell a reményt, ez a húsvét vasárnap kihívása.